A jelenleg hatályos korlátozások figyelembevételével, valamint a jogszabályok betartásával a 2021. szeptember 10 és 11-ére feltételesen tervezett városnapi ünnephez kapcsolódó szabadtéri fesztivál megrendezése nem lehetséges, derült ki Tar Mihály közleményéből. Az augusztus 20-án kiadott írásban a szervezéssel megbízott Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Ügyvezetője leírta, miután az érvényben lévő kormányrendelet kimondja, hogy zártéri rendezvény csak védettségi igazolványal rendelkezőknek tarthatók, továbbá egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével engedélyezett korlátozás nélkül. 500 fő felett azonban csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek rajta részt. Így felelős vezetőként nem maradt más választása, mint azt a döntést hozni, hogy 2021-ben elmarad a városnapja. A teljes közleményt a kanizsaújság.hu-n olvashatják.